Az egykor szebb napokat látott jásságban, most már hetek, sőt hónapok, de hogyha mélyebben a dolgokat megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy évek óta egészen elképesztő állapotok uralkodnak, anarchia közeli viszonyokról kaptunk híreket, és az elmúlt egy hónapban két lincseléses támadás is történt Jászapáti városában, amelynek áldozatai mind a két esetben magyarok voltak, az elkövetők pedig cigány származású bűnözők. A második lincselés esetében egy bizonyos körökben ismert cigány mulató zenész, más vélemények szerint pedig nem csak a zenélésből él, hanem bűnözésből is. Szóval ez a zenész tartott egy olyan mulatságot fényes nappal, amely megzavarta a környezetében élőket, hiszen az alapvető, az együttélés szabályait figyelembe nem vevő társaságok már nagyon régóta tönkreteszik a tisztességesen élni és dolgozni akaró magyarok életét a jásságban. És amikor ezt szóvá tette egy munkából hazatérő családapa, akkor még őt támadták meg, ennek a cigány zenésznek a társasága, illetve a rendőrség nem segített neki, amikor bement a rendőrségre Jászapátin, viszont mire hazaérkezett, a rendőrség már értesítette ezt a cigány társaságot, amely ezután támadta meg a munkából hazatérő magyar családapát. Ez az eset is nagyon jól mutatja azt, hogy a jászságban a magyar állam nem a tisztességes magyar polgárokat védi, hanem a bűnözőket fedezi. És ez az eset arra is rávilágít, hogy valószínűleg együtt is működött a jászapáti, illetve környékén tevékenykedő rendőrség helyi bűnözői csoportokkal. Azóta nem halljuk a hírekből, hogy mi történt azokkal a rendőrökkel. Mi viszont már Monoron, amikor szintén a közbiztonság helyzete miatt demonstráltunk, akkor bejelentettük, hogy július 25-én Jászapátiban fogunk felvonulni rendet, közbiztonságot követelve, és ismertetve a saját programunkat, amely végre rendet teremtene Magyarországon, ha már Pintér Sándor belügyminiszter nem hogy két hét alatt, hanem 11 év alatt sem tudott rendet teremteni. A napokban azonban kiderült, hogy a hatalom, a kormányzat még akkor is megpróbálja megakadályozni ezt a demonstrációnkat, hogyha ez egyébként jogszabályokba ütközik. De hát azt láthattuk már a jászságban, hogy még maga a helyi országgyűlési képviselő, Pócs János sem tud rendet tartani. Még azt is láttuk, hogy ez a cigány származású bűnöző, ez nem csak lincselni tud, hanem meg is fenyegette az országgyűlési képviselőt. Ezek után sem halljuk, hogy a kormány odavonulna a jászságba és rendet szeretne teremteni. Így aztán az sem lepett meg minket, hogy először Jászapáti polgármestere akarta betiltani a demonstrációnkat, amely teljesen jogellenes lépés lett volna, aztán pedig most megkaptuk a rendőrségtől azt a tiltó határozatot, amely olyan ügyekre, olyan szempontokra hivatkozik, amelynek semmi köze a demonstrációnkhoz, és ez is természetesen jogellenes, ezért jogorvoslattal fordulunk az illetékes bírósághoz, és szeretnénk, hogyha a bíróság kimondaná, hogy nem lehet ma Magyarországon cigány bűnözők érdekében sem törvénytelenül, jogszabály ellenesen megakadályozni egy ilyen demonstrációt, egy tüntetést a közbiztonságért és éppen a törvényes rendért. Ezért aztán nem csak bírósághoz fordulunk, hanem újabb bejelentéseket is teszünk, hiszen nem adjuk fel július 25-én, mi ott akarunk lenni, ismertetni akarjuk a programunkat, és azt szeretnénk, hogyha a kormány végre tenni a dolgát, nem cigány származású bűnözői csoportokat védene, hanem a tisztességes dolgozni akaró magyarokat, és legalább, ha már az állam nem végzi el a feladatát, hogyha a kormány nem áll ki a megtámadott, félelemben tartott magyarok mellett, akkor legalább ne akadályozza azokat, törvénytelen eszközökkel is, akik viszont ezt megteszik.